az 1956-os forradalom 57. évfordulójának megemlékezési ünnepségén az apostol szavaival köszöntem a megjelent érdeklődőket, ünneplőket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ökumenikus Isten tiszteletet tartunk a megemlékezésünk kezdetén, fennállva kivetített éneket énekeljük a Fuvola kíséretének vezetésének engedve. Ez a 68. Zsoltár első verse, hogyha felindul az Isten, elkergetett meg szüntelen minden ő ellenség. Bye.
Mindenható örök Isten, alázattal borulunk szent fősége elé, hogy a hasztereken elesett hős testvéreinkért könyörögjünk. Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását. Irgalmazz neki, és adj megnyugvást az örök békesség vonában. Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk Istenünk, ismerd el őket, teremtményeidet magadénak. Ne emlékezz védkeikre, melyeket a meggondolatlanság zavarába, vagy a rossz kívánságok hevületében követtek el, s örvendeztesd meg mindnyájukat szent színed látásával. Isteni megváltunk, Jézus Krisztus, a te mondásod ez, nagyobb szeretet senkinek sincs annál, mint aki életét adja testvéreiért. Akikért most imádkozunk, nem kimérték magukat, életüket áldozták értünk, a mélységünkért, testi lelki javainkért és édes hazánkért. Tekints rájuk kegyesen, és részesítsd őket kereszt halálod végtelen érdemében. Nekünk pedig add, hogy a drága vérrel megszerzett és megvédett hazát, odaadóan és önfeláldozóan szeressük, érte dolgozni, meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelesség teljesítés, a hűséges áldozathozata a szellem áradjon ránk. Adj csüggedetlen szívet, hogy a hasztereken elesett honfitársaink nyomában magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink javára. Amen. Kedves ünneplő közösség, kedves gyülekezet, Isten ma is szól hozzánk az ő múlhatatlan és romolhatatlan igéje által. A bibliaolvasási rendünk szerint a mai napi újszövetségi ige szakaszból, amely a János írása szerinti evangéliumban található megírva, a 8. rész 30. versétől a 36. terjedő szakaszban. Amikor ezeket mondta Jézus, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik, bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgálja. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú marad ott örökre, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Amen. Kedves emlékező ünneplő gyülekezet, kedves rabocsaháziak, kedves vendégek, szabadság, igazság és bűn. Ez a három szó szinte lüktet azokban a mára már többnyire többé-kevésbé tisztázott és hitelesen feltárt eseményekben, amelyek 1956-ban történtek Magyarországon, októberben. A szabadság utáni vágy, amely minden meglevő erőt megpróbált összetömöríteni emberekben, embercsoportokban, egy másik idegen, ránk törekvő is bennünket visszaszorítani akaró hatalom érvényesülését akarta visszafolytani. Szabadság. Az apró gyerekek nagy vágya szabaddá lenni a szülői fegyelem alól, a felnőtt ember folytonos vágya szabadság a reguláktól, az előírásoktól. De a szabadság mellett ott van az igazság, amelyet körbefalaszt a hamissággal. Ebben az esztendőben, 1956-ban, azelőtt meg azt követően az igazságot valóban körbefalaszták a hazugsággal, és átnevezték igazságnak, átcímkézték, és ennek az eredménye az lett, hogy emberi életeket, szépen induló családi harmóniákat követelt. Látni és érteni fogjuk a zseniálisan megszerkesztett és
harmonizált színdarab szövegében, az előadók mozdulataiban, hanghordozásában, a szövegkönyv megelevenített soraiban ennek a titkát és ennek a valóságát. Igen, abban az időben azt mondják a történészek, azt olvassuk a dokumentumokból, és azt mondják el az akkor már élt emberek, hogy megkötözték az igazságot. Látni fogjuk a színpadon, bíróság elé állítják az igazságot is, hol halálra ítélik, hol pedig évekig tartó munkatáborokba hurcolják el, történetesen recskre, ahogyan látjuk a kiírást. És jelen volt akkor is a bűn. Mert az igazság hiányában, a szabadság megsérülése idején mindig a bűn uralma érvényesül. Ami azt jelenti, hogy az ember kár okozóvá válik. Kár keletkezik az emberi kapcsolatokban, kár keletkezik az emberi értelemben, érzelemben is, kár keletkezik minden munkában. És a sorozatos károkozás, amelyet nem állítanak helyre, és tovább növelnek, és lendületet adnak a károkozásnak, annak a végkifejlete a Szentírás tanítása szerint a kárhozat. Az a visszahozhatatlan végső romlás állapot, amelyen nem tudhatunk segíteni. De szabad nekünk a magyar történelem mai napon felidézett múltját nem csupán nagyra becsült történelmi szempontból látni, hanem mint keresztény társadalom, keresztény emberek, katolikusok és reformátusok, szabad nekünk még alázatosabban a történelem ura, az Isten látása alapján megítélni, mert sokféleképpen lehet ünnepelni jó érzéssel, rossz érzéssel, de a helyes ünneplés mindig az, ha az ember megalázkodik, nem csak az előttünk élt hősök tisztelete előtt, sokkal inkább Isten előtt. És az, hogy mi történt 1956-ban és a körül, most meghagyjuk a polgármesteri köszöntőnek, a visszaidőző gondolatoknak és az izgalmas színdarab élő közvetítésének. De ezelőtt méltó itt, ebben az ökumenikus közösségben a helyes igazság, szabadság és bűnlátást felidézni, amely a Bibliából olvasott ige alapján a 2000 évvel ezelőtti Isten népe választottak életében ugyancsak dobogott és lüktetett. Igazság, szabadság és bűn. Felolvasok néhány sorban, többször előjön is, egymás fölé kerekednek ezek a szavak és fogalmak. Akkor is az ószövetségi választott nép életének Jézus korabeli szakaszában forradalmiasan heves időket éltek. Egy idegen uralom a rómaiak fennhatósága alatt nélkülözték a polgári szabadságot. És az igazság dolgában sem álltak a helyzet magaslatán, még Pilátussal együtt sem. A bűn kérdésével pedig hadilában álltak, mert folyton küzdöttek a földre jött Istennel, Jézus Krisztussal, megpróbálták az Isten által adott törvényt emberi erőszakolással, emberi igyekezettel helyrehozni a maguk gondolatai szerint Jézussal szemben. Így volt az, hogy folyton vitáztak, hogy hogy kell a nyugalom napját megtartani. Jézussal vitáztak. Így volt az, hogy vitáztak a bűn megítélése dolgában, kezükben a törvénnyel, amikor egy bűnös nőt, vagy kettőt, vagy többet is oda citáltak a megváltó elé igazságtételre, hogy veszítse el őt, ő meg kegyelmet hirdetett. Bebizonyosodott tehát, hogy ezek a nagy szavak, ezek a valóságos és egyébként az életünkhöz szükséges fogalmak, bűn, szabadság és igazság, ezek nélkülözhetetlenek. És minden igazság szolgáltatási folyamat, minden az emberi élet és közösség helyreállítására törekvő szándéknál nélkülözhetetlenek. Aki ki akarja kerülni, csal és hazudik. A bűn, az igazság és a szabadság fogalmai és valósága nélkül nem lehet élni.
És el kell mondani azt, hogy ezeknek az emberileg gyakorolt formációknak, az igazságkeresésnek, a szabadságfenntartásnak, a bűnfogalom meghatározásnak az emberileg kimunkált vége soha nem garantált. Soha nem lesz harmóniában önmagában. 1956-ban is azt követően sem lett az. Nem lett egy szabad ország, nem lett kiplakátolva az igazság, és nem lett zsebre téve az igazság, hanem valami egészen nyomasztó teher maradt, ami szeretet nélkül. Ezért minden forradalmak értelmezésén túl egyetlen dolog segít bennünket, segítette az akkoriakat, Jézus segítő szavai megelevenednek és megelevenítenek. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. De az igazság az nem emberi fogalmazvány. Az igazságot nem mi tűzzük ki, ahogy egy épület építkezésének a kezdeténél kitűzzük a cövekeket, és azt mondjuk ettől eddig. Az igazság nem a mi értékítéletünk szerint fogalmazódik meg, és nem mi fogalmazzuk meg. Az igazság minden józan ember belátása szerint az, aki önmagáról a világ történelemben kizárólagosan azt mondta, hogy én vagyok az igazság, ő pedig Jézus Krisztus. Tehát az ő megismerése vezet, ahogyan megígérte a szabadságra, és ő szabadít meg a károkat okozó bűntől, és ő fordít vissza bennünket a kárhozatba menéstől. Vagyis, ma is az ő jelenléte a biztosíték arra, hogy hogyan kell küzdenünk, hogyan kell harcolni, védekezni, áldozatot vállalni, mert ma is kell, hogyan kell kiállni az igazság mellett, a meggyőződés mellett, vagy hogyan kell kiállni valaki mellett, egy lenézett, leírt, félretett embertársunk mellett. Ő nélküle veszélyes játszani a szabadsággal, az igazsággal és a bűnnel, mert robbanékonyak. Ezért mondja Jézus, és ajánlja fel nekünk ezen az ünnepen is, ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesznek. Az Istennek elkötelezett életű és Jézusban megváltás nyert emberei a történelemben, a magyar történelemben is méltó példák lehetnek. A Krisztusban megszabadított keresztény embereket, ha megverték és bebörtönözték, megvert, halálra vert és bebilincsezett állapotban is szabadok voltak. A bíróság előtt is szabadok voltak. El lehetett őket ítélni és elítélték. Meg lehetett őket alázni és megalázták, de ezek az emberek megalázottan is az igaz keresztények szabadok voltak bilincsek között is. Mert a Jézus által megigazított ember elnyerte az igazságot, a szabadságot, és minden külső körülmény ellenére szabadok maradtak belső bizonyosságból, akit a fiú Isten megszabadított. Hát így történt. Ahogyan láttuk, nagyon okosan és nagyon igényesen a színdarab soraiban a magyar országos eseményekbe beleszőni szőve a Ramocsaházi 56-os eseményeket és az ahhoz kapcsolódó dolgokat. Így lehetett az, hogy sok településen az egyház előre elhatározása szerint hívei, papjai, szolgái által belekeveredett a forradalom eseményeibe, és maradtak, megvertek, megnyomorítottak, bebilincselettek, börtönbe vetettek, de bilincsek között is szabadok. Kedves emlékező gyülekezet, kedves közösség, talán nem túlzok, ha azt mondom, ma is forradalmi helyzet van, nem politikai értelemben, hanem a mai modern világ körülményei között korszerű, kevésbé sem veszélyes forradalmi helyzet van. Hiszen valaki csak nélkülözik az Isten jelenlétét, valakik csak hiával vannak a Krisztusnak, mint igazságnak, az élő igazságnak,
Valakik csak lecserélik a szabadságot a szavaros élettel, az összevisszasággal. Valakik csak maguknak, és valakik csak a mának élnek. Valakik csak a saját érvényesülésükért gázolnak át a másik emberen, vagy közösségeken. Valakik csak hazugságot tesznek, vagy hamis tanúbizonyságot. Valakik csak a mai törvénykezési rendszerben alaptalanul ítéletet mondanak. Azok mind forradalmi helyzetet teremtenek és folytanak. A forradalmi alattomos pusztító helyzet az nem az igazság kereső hőseink és őseink cselekedete, hanem azok a perc emberek, azok a mának, a testnek, az élvezetnek élő emberek, akik érték, vesztetté tették magukat és tennének másokat is. Ma is küzdenünk kell. Forradalmi a helyzet, ma is forradalmár vagy gyermekként és felnőttként. Forradalmi a helyzet, amikor a szomszédok néhány méteren belül élnek egymással, és mégis fényévi távolságot éreznek egymás között. Forradalmi a helyzet, fel kell állnunk és szólnunk kell, harcolnunk kell azokért a gyermekekért, akik nem születnek meg erre a világra. Harcolnunk kell a világra jött és nélkülöző, a békés családi közösséget nélkülöző gyermekekért. Harcolni kell és forradalmat kell, nem fegyverekkel és nem gyilkos indulatokkal. Azok ellen, a szemléletek ellen küzdeni, akik csak megszerezni akarnak, akik elvenni akarnak, akik csak enni akarnak, akik csak inni akarnak, akik csak ruházkodni akarnak, ahol nem számítanak az értékek, ahol úgy nevelődnek fel a feljövő nemzedék tagjai, hogy nem számít az, hogy magyar, ahol süketté és vakká lesznek az emberek a jövő iránt, ahol megsüketítik és megvakítják az emberek egymást az örök jövendő, az örök élet távlatának az ismeretétől. Forradalmi a helyzet, amikor eltompul az érzület, és az érzéketlenség kap teret, és pusztíthat az emberekben és az emberek között. Én arra kérlek benneteket, hogy ma emlékezzünk úgy méltóképpen, hogy engedünk az 1956-os forradalom kiózanító erejének, de még inkább engedünk ma is uralkodó köztünk élő, bennünket szerető és hozzánk lehajló Istennek. Ramocsaházán méltó lesz ez a megemlékezés. Méltó élményeket és emlékeket viszünk haza egy óra múlva. Ramocsaházán legyen a megemlékezés központja, a mindannyiunkat éltető Isten szava. Ha a fiú megszabadít, titeket valóban szabadok lesztek, és ha megismeritek az igazságot, Krisztust, akkor az igazság megszabadít titeket. Amen. Tisztelt emlékezők, most álljunk föl és imádkozzunk. Könyörögjünk Urunkhoz, Istenünkhöz. Imádságunkra válasz, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, ments meg minket a kétszínű lelkülettől, a képmutató gondolkodástól. Kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts, Urunk, hogy helyes lelkiismerettel és felelősségtudattal éljük meg kereszténységünket a családban és a társadalomban egyaránt. Kérjük, Urunkat! Kérjük, éget, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy cselekedeteink a botrányoktól és a mulasztásoktól mentesek legyenek. Kérjük, Urunkat! Kérjük, éget, hallgass meg minket! Add, hogy szívesen és felelősségteljesen hozzuk meg engesztelő áldozatunkat,
magunk és családunk és társadalmunk vétkeiért kérjük, Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy az igazságtalanság áldozatai örök békességet nyugalmába jussanak, kérjük, Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható, irgalmas Istenünk, a Te akaratodból szenvedett Krisztus az egész világ üdvösségére. Adj népednek nagy elhatározást, hogy merjen neked bemutatott áldozattá válni, és így beteljék szeretetet teljességével. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Mindenkön vagy, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely megáll és nem ingadozik. Amen. Kedves ünneplő közösség, polgármester úr köszöntőjére készülve folytassuk ünnepi műsorunkat azzal, hogy nemzeti imádságunkat énekelve mondjuk el, énekeljük el a és a hozzá csatlakozó tömeg azt mondta, ne legyen akárhogy. Elég volt a megalázottságból, a félelemből és a kiszolgáltatottságból, az éjszakai elbúcsolásokból és a rögtöntől népörül sajtítanokból. 1950-es évek Magyarországát szovjet mintára megszervező politikai rendszer alapja a személy. Az állampár feje, Rákosi Mátyás, majd politika hatalmat összpontosított és tartott a kezében. Rákosi, aki Sztálin legjobb empányára hallotta magát, a propaganda számtalan eszközét bevetette önmaga népszerűsítésére példátlan propaganda kampányban tapozott. Érdetett alárendelve hazánk kulturális élet. A bölcsvezető, a dolgozók apja,
neven is emlegetett főtitkár képe, Sztálin arcképe mellett minden intézmény falán ott lógott. Nyilvános fellépéseit az utolsó mozzanatig aprólékosan megtervezték, gyakran lefényképezték, filmezték egyszerű munkások vagy parasztemberek társaságában. Festmények, szobrok százai készültek róla, valamint nagy tanítómesteréről, Sztálinról. Irodalmi alkotások, zeneművek készültek dicsőítésükre, megrendelésre. Valóságos, kulturális, teremtő munka folyt. A magyar Sztálin beteges vezérkultusza az 1952. március 9-én megtartott 65. születésnapján teljesedett ki. Magyarország egy emberként ünnepelte a vezért, méltatták Rákosi nagyszerű tetteit és kiváló személyiségét. Mindenütt felállva tapsoló, éljenző tömeg várta, tiszteletére számtalan kiadványt jelentettek meg, ajándékok és jókívánságok tömegével árasztották el, arcképével meg még sorozatot nyomtak, valamint munkaversennyel kedveskedtek neki. 1949-ben szovjet mintára új alkotmány és új államcímet is készítettek, illetve a rendőrállam kiépítése és a totális terror csend és trász korszaka. A rendszerre, mint pápon belül, mint országosan, a féktelen terror volt a jellemző. Az időszakot az ávó, illetve a belőle önállósodott AVH kegyetlenkedései, koncepciós felek, az osztályidegen elemek gulágszerű táborokba deportálása, kivégzése, illetve a párton belüli ellenzék pusztítása jellemezte. 1950 és 1953 között 1 millió embert hoztak ügyészi eljárás alá, minden második ellen vádat is emeltek. 40 ezeren voltak rendőri őrizetben, illetve internálva. Közel 13 ezer fő, 2500 családot pedig egyszerűen kitelepítettek, kitiltottak Budapesten. Őrkény István Levelek egy percben című munkájában a következőt olvashatjuk. 1956. október 23. este 11 órakor indultunk a rádió elfoglalására. Odáig csak tüntettünk, énekeltünk, néhány éjjelt és veszel kiáltottunk, eszünkben sem jutott, hogy elfoglaljunk valamit. Csak amikor az ávósok orvóra előttek arra a küldöttségre, mely az ifjúság kiáltványát akarta felolvasni, indultunk el a Sándor utcán a rádió felé. Még akkor nem voltak fegyvereink, még akkor igazi dühünk sem volt. Olyanok voltunk, mint a fiatal kígyó, melynek még nem nőtt ki a méregfoga. Ilyenféle verseket kiabáltunk. Menjünk tovább előre, ne hallgassunk előre. Menjünk, mentünk is előre. Mentünk, mentünk, míg el nem dövültek az első sortűzek. Mondják, hogy a jó katonaló nem lép holttestre. Mi rosszabbak voltunk a lovaknál. Futottunk, rátaposztunk a saját halottainkra. De ugyanakkor egy ismeretlen, aki majdnem fellökött a rohanásban, visszaszólt. Pántor, bocsánat. A múzeumkertben a menekülők kikerülték a világágyakat, de az utcára érve felgyújtottak két autót. Ezeket jól összeszívtuk, mert még egyikük sem tudta, hogy már felkelők vagyunk. Így sorgódtak az események, az 56-os ifjak, és váltak harcossá, forradalmárokká. Az akkori hatalmak érdekviszonyai, az úgynevezett világkonstelláció nem engedélyezték a divadalt hazánknak. Ezzel együtt az 1956-os magyar demokratikus forradalom mégis alapjaiban rengette meg a korabeli világrendet, mindenek előtt a szovjet birodalom rendjét. Igaz, hogy megtorlással, konszolidációval, reformokkal és ellenreformokkal, fegyverrel és tollal ezt a rendszert ideig óráig fel lehetett tartani. Igaz, hogy a következő évtizedekben még generációk sorra élt folyamatosan gyengülő diktatúrában, de az is igaz, hogy maga az államszocializmus végzetesen megtorpant, megroppant 1956-ban, hogy aztán
1989-ben végleg eltűnjön Európában. A hol kemény, hol puhább diktatúrák kártyavárként vonultak össze. Ebben a magyar ökölhatnak döntő szerepe van. A rendszerváltás nemzetközi méretében világrendszerváltás előtt. 1956 ennek a folyamatnak a kezdete. A vereségből győzelem lett. Mert van az úgy, hogy a vetés a történelemben csak később hoz termést. Észre kellene bennünk, hogy aki kisállapítja 56-ot, nem csak a nemzeti ünnepetű folyamat, hanem a köztársasági eszmét is gyengíti. Mindenki tudja, hogy 56 kisugárzásában már nem az volt a lényeg, hogy a forradalom jobboldali vagy baloldali. Persze, 1956 haladatlan szereplői a jövőt nyilván nem azonos módon képzelték el, más gondolhattak a pesti srácok, a Korvinus, a Tűzoltó utca, a Szénatér harcosai, más a vidéki városok és falvak népe, más a félbeszakadt polgári demokratikus kezdeményezések folytatói is. Megint más azok, akik a kommunista párt ellenzékeként jutottak a forradalomhoz. Egyben azonban mindannyian megegyeztek. Soha többé nem akartak semmilyen diktatúrát. Se vörösek, se fehérek. Nem akartak többé elnyomást, személyi kultusz. Ezt a közös érzés és elszántság egyesített őket a túlerő elleni kilátástalanokban, ez csinált belőlük különböző virágnézetű, ám mégis egyévású forradalmárokat. A forradalom ezt elemében újra és újra fel kell fedeznünk egymárban. A diktatúrákkal szemben álló demokratákat, akik lehetnek ellenfelei egymásnak, de soha nem lehetnek ellenségei. Aki mindezt nem érti, az kimarad egy békés, modern Magyarország megteremtéséből. Tervezzük és cselekedjünk együtt. 1956 nekem ezt üzenem. Nemzetünnepünkhöz és nemzetünnepünkből pedig ehhez merítsük előtt. Köszönöm szépen! Ezek után pedig hát egy hagyományt megörökítő és közössége szeretnék bejelenteni, hiszen a Ramocsaházi és csapatunk már 6. alkalommal örvendezett meg ünnepeinket azzal, hogy a szabad idejét kímélve készül arra, hogy bennünket kiszolgáljon egy gyönyörű szép megemlékezéssel. Kérem, mindenki figyeljen!